Úgy érzem, hogy mi tudtuk irányítani a játékot. Nagyjából az történt, kisebb-nagyobb dolgokat kivéve, amit szerettünk volna. Azt, hogy meg tudtuk fordítani még az első félidőben, az azért nagyon fontos dolog volt. Az a másik félidőben tudtam nagyjából, hogy ez fog történni. Nagyon nem tudtam ellen mit csinálni, mert ugye a játékosok fejében benne van az, hogy nyernünk kell mindenféleképpen, úgyhogy biztos voltam, hogy önkéntelenül is egy kicsit hátra fogjuk tolni a védekezést. Azt kértem, hogy minél messzebbak, akkor munktól próbáljunk labdát szerezni, de ez a másik fél időben annyira nem sikerült. Ezen a héten ugye 2200 kilométernél vagyunk, tehát Vasco de Gama-tól kezdve Vespucin keresztül mindenkit le kell igazolnunk ahhoz, mert akkora utazók vagyunk, hogy lefölmegyünk, ezt ki kell pihenni valahogy, és föl kell készülni a Paks ellen, és meg kell nyernünk. A mai mérkőzés is bizonyítja, hogy a futballban nincsenek törvények, nincsenek szabályok, pillanatokat fölborul minden. Tényleg nagyon-nagyon sajnáljuk, csodálatos közönségünk mellettünk volt, viszont azt kell, hogy mondjam, hogy a játékosok megtettek mindent, tehát küzdöttek szívvel, lélekkel, kitették a pályára magukat, viszont az ötlet és a vagányság és a tudatosság hiányzott ahhoz, hogy ma itt eredményesen tudjunk szerepelni.